Sas József halálával megszűnt a politikai kabaré műfaja, állítja az elhunyt humorista művésztársa és barátja Beregi Péter, aki szerint Sas József úgy tudta a társulatot és a közönséget egy-egy előadásban szinte együtt játszóvá, együtt gondolkodóvá tenni, ahogyan senki más. Beregi Péterrel beszélgetünk. Jó estét, szervusz! Szervusz, jó estét, és köszöntöm a kedves nézőket! Közös a veszteségünk, közös azoknak, akik szeretik a színházat, szeretik a kabarét. Szeretik a színházat, maradjunk abban. Igen. Ez a jó kifejezés. De a te veszteséged, az hát más, az más, mélyebb. Az más, az két oldalú, ha szabad ezt mondanom. Egyrészt, mint magánember, és mint barát, ugye a szabadba színház nélkül, és a színház, a színpad, ahol egymás szemébe kellett néznünk, egymást kisegítenünk adott esetben, és együtt szórakoztatni a közönséget okosan. Van ilyen első gondolat, ami eszedbe jut, hogyha van. Sas Józsefről faggatnak? Van. Most annyi mindent mondtak az elmúlt 24 órában. Én egy más oldalról szeretném a dolgot megvilágítani. Talán tudjátok, hogy a Sas majdnem minden riportban, amikor róla volt szó, éppen amit az ATV tegnap azt a gyönyörű szép filmet levetítette az életéről, ott is azzal kezdte, hogy a múlt nélkül, a múltam nélkül nem lehet kabarét csinálni. Volt egy idős színésznő, úgy hívták, hogy Lázár Mária. Még gyerek voltam, amikor hallottam őt a rádióban nyilatkozni, és azt mondta, hogy aki nem élte meg az élet legkülönbözőbb változatait, nem volt szegény, gazdag, boldogtalan, az nem is lehet jó színész. A Sas József, ez egyébként tényleg így van, a Sas József mindent ezzel kezdett, és erre szeretnék most egy kicsit fókuszálni. Ugyanis el nem tudjátok képzelni, elhangzott több helyen már tőle, néhány méter mentette meg az életét, amikor az édesanyja a Klauzártéri csarnok berácsozott ajtaján üvöltött, hogy adjátok vissza a gyerekemet, mert bekerült oda a két Sas gyerek, a két Polacsek gyerek, és majd, hogy nem elvitték a gyerektranszporttal a Dunapartra. Ez örökre benne maradt. Örökre benne maradt az az iszonyatos szegénység, amiben élnie kellett az édesanyjának, amiben nem tudott más tenni, kapott egy kis varró munkát, nota benne ott van az íróasztalában, pontosabban ott volt az irodájában, az íróasztala mellett a varrógép egy életen át, és ebből ki kellett valahogy törni. És az édesapját, akit megöltek Auschwitzban, aki színész volt, annak az emlékével is meg kellett küzdenie, és én tudom, hogy minden egyes felcsattanó taps az előadás a premier végén azt juttatta eszébe, hogy bárcsak látta volna apám, hogy mi lett belőlem. Ezért a Sas iszonyatos energiákat mozgatott meg önmagában, és önmagá körülötte lévő színészekből. Olyan igazgató volt, ami kevés van. Ezt a szakmát a Radó Vilmostól tanulta, meg adott esetben a Lendvai Ferenctől, vagy a Fodor Imrétől a József Attila színházba, hogy mindent a közönségért. Az volt az első, hogy bement a WC-be előadások előtt, és megnézte, hogy milyen WC-papír van a közönség WC-jében, mert oda jó papírt kellett tenni, mert még azzal is vigyázni kell a néző hangulatára. És mindent megtett a néző, előadás nem maradhatott el, és minden előadáson a maximális követelte tőlünk. Ami talán nagyon fontos, erről nem nagyon igen. Szoktak beszélni, ő ugye az egyszerű emberek érdekében áll színpadra. Ez egy nagyon fura dolog, mert hát ugye persze nem, hát nem volt szószólója ő, de mégiscsak az egyszerű emberek, a hétköznapi emberek, a hétköznapi életet élő emberek szószólója igen. volt. Ez abból fakadt, ahonnan ő jött? Abszolút, hát persze. Az is abból fakadt, ahonnét jött, mert hogy is mondjam neked, nem lehetett az élete közepétől számolok én mondjuk 30-35 éves korában már sok mindent megszerzett, de anyagilag teljesen rendbe tette magát és a családját, ez vitathatatlan. De ne felejts el valamit, ez egy fontos pillanat volt az ő megismerésében. Ültem az Operett Presso teraszán, amikor egyszer csak fékcsikorgás és megállt egy Mercedes. Aznap vette át. Szóval gyere, ülj be! Mondom, ülj be! Beültem, és mint a villám el a Klauzár utca 35 elé, ahol nyomorba, a gettóba,
a félig megölt helyzetben ott volt, és megmutattam, mondta ő, minden új autómat megmutattam ennek a háznak. Ez egy nagyon fontos, tehát ennyire abból építkezett. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy a Mercedes-t ingyen szerezte, mert baromi ügyes volt. De nem csak magának, hanem mindenkinek a színházba. Ha lakásügybe kellett segíteni, ha orvost kellett hívni, mert egy kicsit sápad vagy abba segített, mindenben segített, utaztatta a társulatot, komolyan mondom, fél Európát bejártunk, hogy hány utazási iroda ment tönkre, azt nem tudom, de biztos, hogy ment egy... Tehát mindent megtett a színészeinek, hogy jól érezzék magukat. Arra is vigyázott, hogy mondjuk a Heller és én egy magaslaton lehettünk a társulaton belül, és arra is vigyázott, hogy egyszer te mondod a poént, egyszer ő, mert tudta azt, hogy csak úgy lesz béke. Az irodájára az volt kiírva, hogy szeretett ház, és erre vigyázott, hogy kemény volt a munkába, hogy fantasztikus viták voltak egy-egy mondaton, az természetes. Az, hogy engem reggel 4-6-kor felhívott, nem tudott rendesen aludni, felhívott, hogy azt a mondatot tudod, azt most, mondom, megőrült, tehát mennyi az idő, jaj, bocsáss meg, leteszem majd holnap, később hívlak. Másnap nem 4-6-kor hívott, hanem 3-4-6-kor is, azt mondtam, hogy később. Megértő. Igen. Egyszer azt mondta, hogy ő fél, hogy egész életében fél. Igen. A háborútól függetlenül, és mindentől. De tényleg így élt? Hát én nem tudom ezt a részét a dolognak, csak félig. Tényleg, a félig félt. Tehát magyarul kifelé ezt soha nem mutatta, de hogy volt benne szorongás. Egyrészt drukkolt minden egyes nap, minden egyes jelenetért és minden egyes sikerért, és azért mindent megtett. De hát ez egy művészfélelme lehet. Ez egy művészfélelme. Azon kívül, amikor érezte, hogy itt 90 után megjelentek olyan hangot, amit ő csak gyerekkorában hallott esetleg a gettó előtti nyilasoktól, amikor itt már egy köszöntés jelent meg, meg megjelentek olyan, ez 90-es évek vége felé, közepe felé talán emlékszel rá, amikor már megjelentek a nem igazán horogkeresztes, hanem ahhoz hasonló karszallagok, meg egyebek, retteget attól, hogy ez valahol újra elkezdődhet, hiszen ez vitte el az édesapját. Politizálni nem félt? Nem volt benne soha olyan érzés, hogy sok? De lehet, túlzás. Hogy fél, de mert. Hát én nem tudom. Szóval ez, tudod, a politikai... De tudod, mert amikor eszedbe jut egy poén, és azt mondja, hogy te, ezt ne, ez sok. Igen. Na, a jót kérdeztél. Jaj, nagyon jót mondasz. Tudod, mi volt a lényeg? Hogy öv alatt nem ütöttünk soha. Tehát ha valakiről kiderült, egy beteg, hogy nem tudom én, hogy elvesztette az egyik hozzátartozóját, azt levettük a műsorról ezeket a jeleneteket. Szó nem lehetett, hogy egy megbántott, szomorú vagy szerencsétlen helyzetbe került embert tükröt tartsunk elé a kabaré eszközeivel. De azért is kérdeztél jót, mert a politikai kabarénál nehezebb nincs. A kabaré, mint olyan is nagyon nehéz műfaj, hiszen egy rossz levegővétel, ennyi, elment a poén, már nem hallotta a közönség. A politikai kabaré még azért is fontos és nehéz, mert napra késznek kell lenned, azaz, olvasni kell minden újságot, jobboldalit, baloldalit, közepet, mindent, nézni minden híradót, hiszen mindenről tudnod kell, és amikor megcsinálsz egy nagyon jó jelenet egy államtitkárról, aki elkövetett valami csingilingit, és a közönség ordít a röhögéstől, kiderül, hogy másnap leváltották. Na most, ilyenkor vége a jelenet. Igen. Akkor kell egy új államtitkát keresni adott esetben. Ti hogy dolgoztatok? Nekem van egy konkrét emlékem, ültünk egy nyilvános helyen, és egyszer csak megjelentetek az asztalnál, igen, ti ketten, igen, és hát én még ott feszengtem is. Igen. Mert hogy elkezdtetek Hacsek és Sajót előadni, hogy ezt most találtuk ki, ezt most hallgass meg, de most ne, de hallgasd meg! Drága. Hogy hát dolgoztatok? Édesapám, hát ide figyelj. A környéken az összes postás menekült tőle. A közértes lehúzta a redőnyt, most persze túlzok, mert mindent kipróbált az embereken, érted? Tehát, hogy mit, ahol nem nevettek,
ahol nem nevetett a közértes vagy a postás, akkor átgondolta, hogy ehelyett egy másik szót fogok, vagy egy másik sort betenni. Hát megcsináltatta velem azt, hogy tényleg beültünk, és hangosan kellett vadidegen étterembe vagy kávéházba, hacsek és hajolunk, és figyelte a hatást. Tehát többen azt hitték, hogy elmebetegek vagyunk, ez egy más kérdés. De valóban kipróbálta. Hát kipróbálta, és még az első 4-5 előadáson is próbálkozott, és levett jelenetet, ha úgy érezte, hogy leállítja a darabot. Hát képzeld el, hogy nála a ritmus, ez az becsattogott nekünk a színpad, rasúak vagyunk így. És volt egy szituáció, amikor ő megjelent, mint egy tévéfelvételen, a színpad fölött voltak monitorok, és egy tévébejátszás volt, és magának csattingott ott, nem viselt el, hogy lassú. Nem, hát utolérhetetlen figurája a magyar színjátszásnak, és nagyon nehezen fogom az emlékirataimban megfogalmazni azokat a dolgokat, amit meg kéne fogalmazni. Hacsek és Sajó, ha már szóba hoztam, igen, az lehet még, ugye, amikor Komlós Vilmosék elmentek, akkor is azt mondták, hogy át ennek vége. Aztán igen, jött a Kivédi Latkipáros, át igen, ennek vége. És itt vagytok ti. Tudod, ez ennek mind, vége? Tudod, ez mind múlik? Hogy legyen egy olyan író, mint a Trunkó Barna, aki vadnai szinten írja ezeket a jeleneteket, ha jót írnak és jót mondasz, és a félreértés az félreértés, amit a néző imád hallgatni, hogy az egyik más érti azt, megtalálni azokat a szavakat, amik ezeket a félreértéseket adják, akkor nincs probléma, akkor az sikeres lehet. És hát persze jó kell játszani. Sikeres lehet, de hol? Mert hogy ja, valóban, hát ahogy azt te mondtad is, a Pesti Kabaré... Igen. Ugye ő volt a Pesti Kabaré működtetője. A politikai kabarénak. A politikai kabarénak, igen. De hát a igazi kabaré politika nélkül. A stand-up, ami most nagyon nagy területet foglalt el, a stand-up akkor maradt, tehát még egy darabig, nem sokáig szerintem életben, ha szól valamiről. Mert most az a félelmem, hogy nem igazán szól semmiről, hanem hogy egy kicsit... Hát életérzésekről egy kicsit, leginkább. Hát igen, meg arról, hogy melyik szót milyen vonatkozásba tudod most mondom, na jó, ne bántsunk egy másik, nem, vagy hasonló, nem, de más műfaj képviselőitnek, de igazából a kabaré, az a kabaré, ami a klasszikus Pesti Kabaré. Igen. Azt csak ti csináltátok. Csak mi csináltuk. És akkor igen, most... Hát most még próbálkoztunk a Fészekklubba a SAS hozzájárulásával és engedélyével, mert nem akartuk őt ezzel megbántani, hogy ott fekszik az ágyba mozdulatlanul, és mi játszunk, holott ő szeretett volna játszani. Csináltunk két kabarét, és mind a kettőnek sikere van. Hát a vírus most ezt levette a színpadról is, hogyha úgy sikerül, akkor még játszunk. Itt meg kell jegyeznem egy nevet, ez a Heller Tamás neve, a Hacsek és Sajó mellett, ugye, mert egy színésznek nagyon rosszul esne, hogyha én ezt nem mondanám el, hogy vele is játsszuk a Hacsek és Sajót. Például a Szeszélyes Évszakokban azt hiszem 37-szer vezettük ezt elő, és még én tudom, hogy fogunk játszani. Lehet, hogy majd más összefüggésben, amikor tudod, szól valamiről ez a dolog, egy korszakot magába foglal, tehát tudom, hogy beszéltek az 50-es években, stb. Van SAS korszak? SAS korszak? Hát, ugye szokták mondani, hogy van Hofi korszak, van SAS korszak? Van, hát nagyon nagy a támogatottsága, nagyon nagy. Erről, hogyha még van egy fél másodperc elmondanám. Pont annyi van. Akkor gyorsan mondom, megkért a szinetár arra, hogy szóljak neki, hogy játsszon el egy szerepet az operetbe, és akkor szóltam, hogy jó, hív a szinetár, nem, figyelj ide. Van mondjuk 1,5 millió látens néző, abból a 1,5 millióból engem 750 ezer utál, 750 ezeret meg behozok a színházba, és siker van. És ha elbúcsúzhatok egy nagyon fontos mondattal, a Vadnai egy jelenetét játszottuk, az volt a címe, hogy Café Mennyország, és három ember beszélget a Mennyországba, és megszólal egyszer csak a zene. Ez a 13. Rácz Laci. Te, mikor halt meg? És a Körmendi Jani bácsi volt az, aki azt mondta, soha. Mert akire jó szívvel emlékeznek, az soha nem hal meg. Én gondolom, ez lesz a SAS sorsa is. SAS Józsefre emlékeztünk, Beregi Péterre. Köszönöm neked. Én is köszönöm. Köszönöm a figyelmüket. Számítok rá a továbbiakban is, mert mindjárt jön a csat, a politikai vita műsor itt az ATV-n. Viszontlátásra.